Az egyéniben és csapatban kiírt 38. Agria kupán, illetve a párosok 18. Vasfrigyes emlékversenyén összesen 104-en neveztek, ezen kívül 26 csapat indult a négy napos tekeversenyen. A jelentkezőket profi, vagyis igazolt versenyző, amatőr és női kategóriákban értékelték. Az idei verseny újdonsága az volt, hogy ez az esemény része az idén indult négy évszak Heves megyei kupa sorozatnak, ami négy versenyből áll. Mindegyik önállóan külön-külön értékelt egyéni páros és csapatverseny, plusz a négy verseny után egy összetett eredményt is ad, így a játékosok számára egy plusz motiváló, hogy nem csak egyet megnyerni, hanem nyerjük meg az összeset is. Tavasszal a Vilati kupa, nyáron az Agria kupa, novemberben a Tősi kupa, illetve január-februárban a téli kupa tartozik majd ebbe a versenysorozatba. A 38. Agria kupán csapatban az igazolt versenyzők között Kazincz Barcikai, míg az amatőröknél a Vilati révén Egri, ezen kívül egyéniben Kazincz Barcikai és Gyöngyösi versenyző nyerte. A 18. Vasfrigyes emlékversenyben a párosok küzdelmében Sajó Bábonyi és Egri siker született.